Mégsem tüntett közösen az ellenzék október 23-án, a nemzeti ünnepen az eredeti tervek szerint a Közös Ország Mozgalom tüntetésén 8 párt vett volna részt, ám szép sorban majdnem minden párt visszamondta a részvételt. Egy szakértő szerint ez azt is mutatja, hogy az ellenzéki oldalon csak civakodás és széthúzás van. A tények összefoglalója után elemzőt kérdezünk a témában. Ezt nem gondoltam volna, Péter. Az együttnek is fontosabb lett a 106 egyéniért járó 700 millió, mint a kormányváltás. Szégyen! Ilyen és ehhez hasonló felháborodott hozzászólások jelentek meg a pártelnök Juhász Péter Facebook oldalán, miután az Együtt is lemondta a közös október 23-ai ellenzéki tüntetést. De nem csak ők nem lesznek ott. Az esemény szervezője Gulyás Márton jelentette be, hogy az eredeti tervekkel ellentétben mégsem tartanak közös tüntetést október 23-án 8 ellenzéki párttal együtt. Először az LMP jelezte, hogy nem vesznek részt a tüntetésen, majd csatlakozott hozzájuk a Momentum és az Együtt is. Gulyás Márton a 444.hu-nak azt mondta, hogy ezzel olyan szinten sérült az a konszenzus, amit szerettek volna felmutatni a tüntetésen, hogy értelmét vesztette az eredeti koncepció, és a szervezők visszamondták a többi pártot is. Egy szakértő szerint az ellenzéki oldalon csak civakodás, széthúzás van. Üdvözlöm a stúdióban Lánci Tamást, a Század végvezető elemzőjét. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba. Vissza kell egy picit nyúlnunk Botka Lászlóhoz, mert úgy tűnik, vagy hát inkább kérdezem, hogy az, hogy ő távozott, az akkor mégsem hozott derülteget a bal oldalon, mert nagyon sokan azt mondták ugyan, hogy ő a kerékkötője nagyon sok témának, most pedig úgy tűnik, hogy talán mégsem. Vagy most mi a helyzet? Botka László semmiképp, tehát lehet, hogy kerékkötő volt, ezt nem tudom, de ő igazából csak egy tünete volt mindennek a probléma halmaznak, amit most az ellenzék oldalán láthatunk, és ami nem most kezdődött, és nem Botka László érkezésével és távozásával jelent meg az ellenzék oldalán. Ez 7 éve gyakorlatilag változatlan a kép, egymással veszekedő, egymással, ahogy az előbb elhangzott, nagyon helyesen civakodó ellenzéki pártokat lehet látni. Igazából Botkának a szereplése és aztán a bukása ezen mit se változtatott. Van erre valamiféle recept, vagy nem is tudom, vagy törvényszerűség? Tehát, hogy milyennek az oka? Tehát, hogy nagyjából ugyanazt látjuk, mint 2014-ben. Ez így van. És nagyjából ugyanazért, mert minden párt azzal kalkulál, minden ellenzéki párt azzal kalkulál, hogy a következő 4 évet, tehát a 18-22-es ciklust azt ellenzékben fogja eltölteni. És igazából az ellenzéki szerepre való felkészülés zajlik most, mindenki egyéni stratégiákat követ, azt nézi, hogy hogyan tud 18 után ellenzéki szerepből a lehető legkedvezőbben politizálni részben, és nyilván ez egy egzisztenciális kérdés is, tehát kinek jut szék a parlamentben, kinek nem, ki mennyi támogatást fog kapni majd a kampány során, ezért nem kevés pénzről van szó. Ezek a szempontok mozgatják elsősorban az ellenzéki pártokat. Pedig ez jól indult már, mint részükről, mert ugye úgy volt, hogy 8 párt összefogásával létrejön az október 26-ai, vagy 23-ai tüntetés, bocsánat. Aztán először kihátrált az LMP, aztán a MOM, aztán az Együtt, majd a Párbeszéd. Mármint a Momentum, bocsánat. Igen. Ezeket így rövidítem. Igen, de valójában szerintem egyiküknek se volt szándéka komolyan együttesen fellépni. Tehát itt igazából mindenki arra figyelt, hogy nehogy a Fekete Péter nára maradjon, nehogy úgy tűnjön, mintha ő lenne a konszenzus megbontója. Ebből a szempontból talán az LMP volt a legőszintébb és a legbátrabb, amelyik azt mondta, hogy én ebben a közösködésben nem akarok részt venni, hát szemmel láthatóan ez senkinek sem hiányzik, és ők megmondták karakánul, hogy nem. És innentől kezdve mindenki úgy érezte, hogy ja, hát hogyha már egy nem, akkor most már én sem. És itt szépen lassan mindenki kihátrált az egészből. Mondom, az egész 23-ai együttüntetésnek igazából a pártok szempontjából sok értelme nem volt. Tehát ez egy... Azt is mondhatjuk, egy nagy színjáték volt, hogy ők egyáltalán közösen szeretnének fellépni. Most tulajdonképpen ezt lemondták, mert Gulyás Gergely úgy fogalmazott, megpróbálom idézni őt szó szerint, hogy a Gulyás Márton, bocsánat, a tüntetés szervezője a lemondásokkal annyira sérült a konszenzus, amit szerettek volna felmutatni a tüntetésen, hogy a többi pártot is visszamondták. Most akkor ez nem lesz? Vagy hogy áll ez a dolog? Nehéz kiigazodni ezen, hát nyilván lesznek majd ellenzéki megmozdulások, ahogy egyébként az elmúlt években is lesz 1-2 ezer fő majd ezeken a tüntetéseken, vagy megemlékezéseken, ki hogy szereti nevezni, de olyan nagy mega demonstrációra nem fog sor kerülni szemmel láthatóan, mint amilyet Gulyás Márton szeretett volna. Hozzáteszem, hogy igazából az apropója sincs nagyon meg, mert most éppen miért? Jó, rendben, ellenzéki pártok szeretnének kormányváltást, de azért ennél valami többet is kéne mondani, ami alá össze lehet toborozni egy jelentősebb tömeget. Hát ugye adódik a kérdés, hogy mi a folytatás. Tehát, hogy egyrészt miért hátráltak ki, másrészt meg, hogy mit lehet akkor várni ezektől a
nem tudom, törpe pártoknak nevezik így hát szakmában? Vannak itt törpe, meg középpártok, mondjuk az MSZP-t mi ne nevezzük azért törpe pártnak. Semmiképpen nem az MSZP-re gondoltam, igen, a törpe párt esetében, de azért itt vannak 1-2%-on mozgó pártok. Vannak, így van, hát ők most kelletik magukat, aztán majd megnézik, hogy kinek a listájára tudnak fölkapaszkodni. Tehát az, jól láthatóan az egész ellenzék lépéskényszerben van. Tehát egy kényszerhelyzetben van, mindenki kényszerpályán mozog, azt nézi, hogy személyesen, egzisztenciálisan hogyan fog ebből a játékból jól kijönni. De az összes többi szereplő is ugye így viselkedik, ezért ebből egy ilyen furcsa körtánc alakul ki, amelyben igazából tulajdonképpen az összes ellenzéki párt egymást húzza lefelé, és mindannyian vesztesei ennek az egész, mondjuk úgy, hogy legyen akkor ez a szó civakodásnak, ami mondom elsősorban a pozíciókért, a jövendőbeli ellenzéki pozíciókért való tülekedés. Most azért nagyon sokan csalódtak különböző pártokban, itt ugye az iménti kis bejátszásban is láttuk, hogy az Együtt és a Párbeszéd hívei azért elég durván kiakadtak, tehát szépen oda mondogattak azért Juhász Péternek. Mi lehet ennek a vége, tehát hogy meddig hagyják ezt? Hát én azt gondolom, hogy ahogy azért szépen lassan a választások időpontja, mondjuk jövő áprilisban lesz ez valószínűleg, a választások időpontja felé arra szólunk, úgy majd mindenki látni fogja az ellenzéki térfélen, hogy mennyi ereje van, bejut-e a parlamentbe, nem, és akkor majd elindulnak koalíciókötések, kisebb, nagyobb koalíciókötések. Most a kisebb pártokról beszélek. Vagy össze fognak állni, több kicsi párt létrehoznak valamilyen választási pártot, vagy felkapaszkodnak egy nagyobb pártnak a listájára. De hát ugye most még nem vagyunk abban a helyzetben. Most még mindenki a saját árát akarja felsrófolni, látni akarja a többieknek, mi van a tarsajában, mennyi a támogatottságuk. Tehát most hát ha esetleg addig kiesik valaki a játékból. Mert tehát magyarul azt mondja, hogy még igazából ezek a kis pártok nincsenek beárazva? Hát próbálják magukat minél nagyobbra fújni. Várják a jó szerencsét, aztán majd meglátják, hogy hogyan célszerűbb elindulni együtt, vagy esetleg külön. Nyilván itt van egy anyagi motiváció, és aki külön indul, eléggé tekintélyes anyagi támogatást kap a költségvetéstől, tehát mindenki mérlegelni fogja majd, hogy neki igazából mi éri meg. Mondom, itt ezért már nagyon egyéni stratégiák működnek, nem a választókról, nem a választók igényeit akarják elsősorban kiszolgálni, hanem saját személyes egzisztenciájukat szeretnék a következő 4 évre bebiztosítani. Mit gondol a miniszterelnök jelölti státuszról? Mert hogy most nincs ugye az MSZP esetében. Sőt, hát akkor mondhatjuk így, bár az LMP-nél ugye van, de hogy a baloldalon egy olyan markáns politikus nincs, lesz, kell, szükségszerű? Hát elvileg kéne. Tehát nagyon nehéz az miniszterelnök jelölt nélkül neki futni. Ez egyszer sikerült az MSZP-nek 94-ben, de hát az még egy egészen más MSZP volt. Én most azt gondolom, hogy egy ennyire jelölt központú kampányban, mint amilyenek a mai kampányok jelölt nélkül elindulni, az eleve vesztő pálya. De én azt gondolom, hogy lesz az MSZP-nek elnöke, és ahogy szokás szerint 94 óta szinte mindig, valószínűleg külső jelöltje lesz. Ezt akartam kérdezni, hogy mit jósol? Én azt gondolom, hogy a Gyurcsány Ferencnek jó esélye van rá, hogy az MSZP-nek ő legyen a miniszterelnök jelöltje. Hogy ez most pontosan hogyan fog megvalósulni? Hogy ez egy DK-MSZP közös lista, valamilyen választási szövetség lesz, koordinált indulás, ezt meg nem tudjuk pontosan, de én azt gondolom, hogy az MSZP szépen lassan csúszik bele abba a helyzetbe, hogy Gyurcsány Ferenc legyen az ő formális vagy informális miniszterelnök jelöltje. Köszönöm szépen az információkat. Köszönöm.